Ugyancsak napirendeleti hozzászólásra jelentkezett volna Gábor frakcióvezető úr a Jobbik részről. Gazdasági szabadságharc az IMF ellen az IMF támogatásával címmel. Parancsoljon, önnél a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Miközben hallgattam a miniszter úr válaszait, én is kutattam a plafont, és nagyon örülök neki, hogy tényleg erősek a támasztékok a Magyar Országgyűlésben. És azt az IMF megállapodást, amiről ön beszélt, győzelemnek nevezni, azt gondolom, hogy már szinte a cinizmusnak és a provokációnak a határai jócskán túl van. Ki kell jelentenünk, az az IMF megállapodás, amit önök itt elővezetnek, az egészen új, drámai, társadalmi és politikai helyzetet teremt Magyarországon. Ebben a helyzetben illő, indokolt és joggal elvárható lett volna egyébként, hogy a kormányfő napirend előtt kérjen ma szót és számoljon be mind az országgyűlésnek, mind pedig a magyar társadalomnak ezzel kapcsolatos politikájukról. És az, amit önök a sajtóban mondanak, hogy új típusú megállapodást kötünk az IMF-fel, azért mondjuk el, hogy nyúl és farkas viszonyában új típus nincs. Hiába sarki a farkas, hiába préri a farkas, ha a farkas meg a nyúl találkozik, akkor megeszi a nyulat a farkas, az IMF itt a farkas, Magyarország a nyúl, ha önök visszahívják Magyarországra az IMF-et, az IMF meg fogja enni Magyarországot. Az is egyébként elképesztő, hogy növekedési fordulatról beszélnek, arról beszélnek, hogy a függetlenségünket újra meg tudjuk erősíteni. Az IMF visszajöttével mind a függetlenségünk csorbulni fog, mind pedig a növekedésünk. Ezeket mondjuk már ki őszintén. Aki itt vagy jelen pillanatban egyáltalán hátra dőlt, ez a bankszektor, a multinacionális tőke. Nekik az IMF gyámkodása mellett újabb esetleges érdeksérelmektől nem kell tartaniuk. Azoknak viszont, akik devizahitelesek és a magyar társadalom nehéz helyzetben lévő részét képezik, nekik katasztrofális ez a hír, ezt nyugodtan elmondhatjuk, és hagyd ne dobjunk hátast a bankszövetség javaslatától, miniszter, amit önök majd az IMF gyámkodása mellett el fognak fogadni. Úgyhogy a hazugságolló az egyre inkább tágul, és már nem is arról beszélünk, hogy önök a valóságot hazugsággal próbálják leplezni, hanem most már az a helyzet, hogy egy korábbi hazugságokból menekülnek egy újabb hazugságba, majd egy újabb hazugságba, és még mielőtt a miniszter úr, vagy esetlegesen a kormánypárti képviselők itt megsértődnének ezen a helyzetértékelésen, azért egy fontos dolgot hagyj szögezzek le az ellenzékiség szempontjából. És ez a drámai helyzet azért jól kirajzolja, hogy mi Magyarországon a valódi törésvonal. A valódi törésvonalnak az egyik oldalán áll az MSZP és az LMP, amelyek ugyan fanyologva, de üdvözölték az IMF Magyarországra érkezését. Azaz, ők Magyarország nemzetközi kiszolgáltatottságában érdekeltek. A másik oldalon áll a Jobbik, amelyik azt mondja, hogy Magyarország nemzeti függetlenségét meg kell őrizni, és ebbe az IMF nem fér bele. Önök eddig ezen a határvonalon táncoltak, és egyértelműen átléptek az MSZP-LMP által képviselt oldalra. Egyértelműen átléptek úgy, hogy a képviselőik többsége ezzel nem ért egyet, miniszter úr, ebben biztos lehet ön is, és gondolom tudja is. És a magyar társadalom se, de hogyha ilyen bátrak, akkor és mindig kétharmadra hivatkoznak, hát mérjék meg. Készüljön egy felmérés arról, hogy van-e legitimitása ennek az IMF-fel kapcsolatos döntésnek a kormány mögött. Mert szerintem nincs. A magyar társadalom többsége is, különösen az önök szavazóinak többsége is ezt a döntést elutasítja. És ennek vannak politikai és gazdasági konzekvenciái. A legfontosabb politikai konzekvenciája, bármennyire is fájdalmas önöknek, az, hogy a kormánynak le kell mondani. Másfél éves álmokfutásba kezdtek, másfél éven keresztül értelmetlen, céltalan megszorításokkal véreztették a magyar társadalmat, ennek véget kell vetni, és a magyar politikának ebben a drámai és új helyzetben új felhatalmazást kell kérni a társadalomtól. Új erőviszonyokat kell teremteni, hogy a válságból hogyan lehet kikerülni. A gazdasági konzekvenciák levonása talán még ennél is egyértelműbb. Ugye mindannyian emlékeznek itt az országgyűlésben, hogy a Jobbik kezdetektől fogva azt hangsúlyozta, hogy a magyar államadósságot újra kell tárgyalni, mert ez visszafizethetetlen. Ezt mondtuk kezdetektől fogva. Nem azt mondtuk, hogy holnap ne fizessünk, hanem azt mondtuk, hogy találjunk olyan megoldást, ami a magyar társadalom számára elviselhető, mert ez nem az. És nem azt mondtuk, amit szintén önök adnak a szánkba, hogy menjünk a görög útra, hanem pont azt mondjuk, hogy erről a görög útról térjünk le, miniszter úr, mert az önök politikája löki Magyarországot egyre inkább a görög út felé. Az államadóság visszafizetetlen, és a másfél évük, amikor ennek a csökkentését helyezték fókuszba és célkeresztbe, pont ez bizonyította be. Most mind GDP arányosan, mind abszolút értelemben az államadóság visszanőtt. A magyar gazdaság, a magyar társadalom ezt nem tudja visszafizetni, egy megoldás maradt. A magyar államadóságot újra kell tárgyalni. Miniszter úr, mi arra kérjük, hogy ezügyben tegyenek most már érdemi lépéseket. Talán jellemző volt, hogy sem az LMP, sem az MSZP nem tudott érdemi lépéseket mondani, csak fanyalogtak. Mi mondunk egy érdemi lépést, tárgyaljuk újra Magyarország államadóságát. Hogyha szükséges, keressünk nemzetközi kapcsolatokat. Próbáljunk meg teremteni nemzetközi egységfrontot, azon hasonló, van jó pár ilyen ország, hasonló olyan országokkal, akik ilyen problémától szenvednek, és próbáljunk meg nemzetközi szinten érvelni az államadóság, az adósságválság újratárgyalásának, akár nemzetközi szintű újragondolásának érdekében. Ugyanis miniszter úr, itt a kérdés már nem az,
hogy válság van-e Magyarországon, vagy nincs válság, hogy 1,5%-os a növekedés, vagy 1,5%-os recesszió vár az országra. Itt a kérdés, a valódi kérdés az, hogy lesz-e katasztrofális helyzet Magyarországon, társadalmi és gazdasági értelemben katasztrofális helyzet. Ezt szeretnénk elkerülni, ha önök valóban ezt akarják elkerülni, és nem az IMF-nek táncolni, akkor ebben támogatni fogjuk önöket, de az IMF visszahívásában és Magyarország függetlenségének feladásában nem fogjuk támogatni önöket. Köszönöm a figyelmet. Matolcsi György miniszter úr, a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt elnök úr. Elnök úr arról beszél, hogy borzalmas ez az IMF megállapodás. Melyik? Nem látunk magunk előtt semmilyen megállapodást. Magyarország kormánya helyesen lezárva egy korszakot, érzékelve, hogy fordulópontra és fordulópontra érkezett Magyarország gazdaságpolitikája, elkezd egy növekedési fordulatot, és ehhez egy a valuta alappal és az unióval megköthető pénzügyi védőhálóban gondolkodunk. Arról döntöttünk, hogy elindítunk egy tárgyalást, amely tárgyalás most már döntően különbözik a 2008 őszi kényszer tárgyalásoktól. Akkor az akkori magyar kormány, sajnos az akkori Magyarország egy olyan kényszerhelyzetben volt, hogy semmilyen módon nem volt szabad keze, semmilyen módon nem volt mozgástere. 2002 után, akkor még csak 6 év alatt, később már 8 év alatt, minden egyes a mozgásteret jelentő szegmensben, szeletben Magyarországon nullára csökkentette az ország és a gazdaságpolitika mozgásterét. Ma egészen más a helyzet. A pénzpiacról finanszírozzuk magunkat. Igenis, csökkentjük az államadósságot, hiszen, elnök úr, az államadósság deviza és forint részből áll. A deviza államadósságnak, amely a teljes magyar államadósság közel fele, jottányit sem változik az értéke devizában attól, hogy a forint árfolyama fölfele vagy lefele megy. Jottányit sem. Magyar államadósság fele meg sem mozdul, devizában van. És az devizában is fogjuk visszafizetni. Úgyhogy ez bizony egy kicsit becsapós ez a gondolkodás, mert az euróban, illetőleg dollárban fennálló államadósságnak nem nő, sajnos nem is csökken az értéke attól, hogy változik az árfolyam. Teljesen más a helyzetünk azért is, mert az államadósság csökkentése mellett sikerült a magánnyugdíjpénztári rendszer által ütött hatalmas lukat befoltoznunk. Már nincs ez a luk. Már az a luk, amit 2008. január 1-től egy hibás politika következtében bevezettek Magyarországon, és évente több száz milliárd forintot vont ki a költségvetésből, ez már nincs. Esélyünk van arra, ezért, hogy 3% alatt tartsuk hosszú távon, fenntartható módon Magyarország költségvetési hiányát, mert nincs egy olyan luk, ami mindig kifolyik a pénz. Azért is más ma egy helyzet, tisztelt elnök úr, mert egy olyan pénzügyi védőhálóról kezdjük majd meg a tárgyalásokat decemberben a valuta alap és az unió képviselőivel, aminek a végén nem szeretnénk lehívni egy fillért sem. Mi egy védőhálót, egy garanciát, egy biztosítékot szeretnénk. Akkor le kellett hívni 20 milliárd euró, 25 milliárd dollár értékű hitelt. Az növelte Magyarország államadósságát. Most nem ez a célunk. Ma nem ez a célunk, hanem egy védőháló, és továbbra is a pénzpiacról finanszírozhatjuk magunkat. És ugye emlékszünk, 2008. októberre, novemberek körül messze nem ez volt a helyzet. Tisztelt elnök úr, ön arról is beszélt, hogy a devizahitelesek bajban vannak. Egyetértek önnel, drámai a helyzet. Drámai helyzetben van több százer magyar család. Ezért mondjuk azt, hogy drámaian hibás volt az a kormányzati politika, amely tudatosan nyomta a magyar családokat, de egyébként a vállalkozásokat és az önkormányzatokat is a devizahitelek felvétele felé. Drámaian hibás volt, és ezt most ki kell javítani. Nem lehet egy lépésben. Már három lépést elkezdtünk. Elkezdtünk segíteni azoknak, akik nem tudnak törleszteni. Rájuk vonatkozik az eszközkezelő, akik semmilyen módon nem tudnak törleszteni. Segítséget adtunk azoknak, akik csikorogva, nyikorogva,
nagyon-nagyon nehezen, hol igen, hol nem, de megpróbálnak törleszteni. Az ő számukra áll nyitva az árfolyamgát intézménye. És most azt mondtuk, hogy aki saját magától ki tud menekülni ebből a csapdából, az meneküljön ki. Ez a végtörlesztés. További lépésekre van szükség, vizsgáljuk a bankszövetség javaslatait. Már most mondhatom a tisztelt háznak, hogy vannak közöttük olyan megfontolandó jó javaslatok, amelyekről a következő napokban elkezdjük a bankszövetség elnökségével is a tárgyalást. A célunk, hogy Magyarországon minden csapdát, minden fel nem robbant bombát, minden békjót távolítsunk el, és megőrizve a mozgásterünket egy biztos, stabil növekedési pályára álljunk. Köszönöm szépen!